Köszöntöm kedves nézőinket! Önök közéleti magazinunkat látják. Lezárult a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. Uniós forrásból megvalósult projektje. A pályázat záró rendezvényét október 25-én tartották meg. A Mezőkövesden működő Nonprofit Kft. Egy évvel ezelőtt pályázatot nyújtott be a kohéziós alaphoz. A környezettudatos szemléletformálás Magyar Gazdasági Társaság. A szeptember közepén elkezdett projekttartással, a tehenészettel és a gomolya készítéssel. A pályázat utolsó programját október 25-én rendezték meg a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában, ahol a szelektív hulladékgyűjtésről, az újrahasznosítható eszközökről, energiatakarékosságról hallgathattak meg interaktív előadást a fiatalok. A prezentációt a www.szelektív.hu internetes oldal szerkesztői Dusza Márta és Szabó Attila Vajk tartotta meg. Dusza Márta rövid szakmai ismertetését követően játékos feladatokat próbálhattak ki a középiskolások, például PET palackok összetömörítését, valamint az összepréselt műanyaggal célba dobhattak. Az egyórás interaktív előadást követően rendezte meg a Gazdasági Társaság a projekt záró rendezvényét, amelyen részt vett a két középiskola igazgatója, Juhász Jánosné és Csirmaz István, valamint a projektben közreműködő két pedagógus, Kecsmárszkiné Antal Zsuzsanna és Radványiné Fodor Valéria. Elsőként Molnár Zsanett, a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. Munkatársa összegezte a programsorozatot, majd a két koordináló pedagógus osztotta meg véleményét a jelenlévőkkel. Köszönöm a szemléletformálás Matyóföldön című projektunk záró rendezvényére, amíg a szeptember közepén kezdődött, egy nyitó rendezvényen nyújtott részterembe, utána számos programon vehettünk részt, és hát elérkeztünk egy hónap alatt oda, hogy lezárjuk ezt a projektet. A hónap során sok mindent láthattunk, élhetünk meg közösen. Gondolok itt először a lepvárfőzésen Oszvajon, ahol mondhatni igen finoman megkóstoltuk a finom házilagot, megismerkedtünk vele, hogy hogyan kell elkészíteni házilagot, csinálják. És aki érteszik az életét, aznak meg kell számítania. Ezt követően volt egy gomolya kóstolás, állattartással kapcsolatos előadásunk, ahol többféle sajtot kóstolhattunk meg, fokhagymás, olivabogyós, sima hagymás, sokféle, és megismerkedtünk, hogy hogyan tartják a tehenet, a kecskét, a szarvasmarhát, a juhokat. Ezután volt egy igen érdekes szörkészítésünk, egy nem mindennapi gyümölcsből, ami csipkebogyó volt, amit nagyon-nagyon lassan indult be, de hát ez a csipkebogyó sorsa, hogy lassan főjön ki. Utána volt ugye múlt héten a tehenészet, ami nem csak a végén volt ízletes tejjel ékes, hanem azért a szagok is maguk faragadták itt a fiatalokat, de a kis borjuk mindenkinek kedvükre tettek és nagyon tetszett neki. És hát most egy megelőző egy órában pedig egy szelektív hulladékgyűjtésről hallgathatunk meg előadást, ami szerintem nagyon tanulságos, még van mit tanulnunk ezen a területen, főleg a mai fiataloknak, már ha én is mondhatom a saját koromban, a mai fiataloknak. Emlékeztek rá, hogy minden program végén voltak egy-egy kérdőívek, amit mondtunk, hogy értékes nyereményekért, díjakért kaptok. Örültem neki, mint szervező, hogy nagyon aktívan, lelkesen kezdtek neki a programhoz, és vettetek részt mindenben. Nem voltatok elzárkózók, mindent megcsentek, amit kértünk. Ezért úgy gondoltuk, hogy nagyon sok szép eredmény született a kérdőinkre, nagyon jól tartottétek ki. Ezért iskolánként a két legjobb diákot díjaznánk most egy ajándékcsomaggal. Elsőként Kis Benyámin, kérem a Széchenyi István szakképzőiskolából, hogy el a másik Petrik Anna. Köszönöm, de
Annyit szeretnék én mondani lezárásképpen, hogy remélem nem csak én szervezőként élveztem a társaságotokat, hanem ti is élveztétek a közös programot, azt a pár volt, amit együtt töltöttünk ilyen programok nyilván. Szeretném átadni Kecsmárti tanárnőnek, hogy értékeljék pár amikor azokban ők is a programot. Köszönöm szépen! Igyekszem feloldani lenni. Hát amikor a pályázatról én hallottam, akkor tulajdonképpen nem tudtam pontosan, hogy mit akar, de maga a cím, tehát könyvtudatos szemléletmód fejlesztése, nevelés, az úgy gondoltam, hogy ez rendkívül hasznos, nagyon fontos és attól is téma mindenki számára, hogy ebből diák tanár csak hasznot hozhat. Hát ez igazodott a foglalkozásokon való részvétel után, amikor a gyerekek diákok visszajöttek és elmondták az élményeket, tehát a tapasztalatokat. Ezekkel a témákkal, amit ma is mondtuk például, vagy az előző foglalkozásokon, itt az iskolában is minden diák találkozik, de elvet is itt van. Tehát gyakorlatban nem, mert hiába vannak nekünk ugyebár modell eszközeink, azért más a gyakorlat és más a fénykép és más a film. Tehát ez a pályázat a gyakorlati oktatásban, a gyakorlattal egészítette ki a mi tanításunkat, tehát illeszkedett a mi tanrendünkben. Foglalkozásokon nagyon sok tapasztalatra ismertetek teszek a diákot. Olyan tapasztalatra ismertet, amit nem lehet kezdőben tenni, hanem csak a látatok alapján. Milyen tapasztalatok voltak ezek? Az, hogy új ízekkel ismertetek meg a diákot. A szörte, a sajtó, a szilveteket. Vagy nem csak a hagyományos eszközöket, régen hogy csinálták, milyen új technológiai feldolgozása van a legvárnak, vagy éppenségvarságban. Én is kiemelem a utolsó foglalkozást, a Harsányi kirándulást, ahol ugyanis egy EU-s színvonalú teherészetelek telepvel ismerkedtek meg az ott lévők, és volt olyan diák, aki még nem járt olyan telepen, volt olyan diák, aki nem látott egy fejőképet. Most itt lehetőséggel, vagy éppenséggel nem látott pár órás kis mocit. Tehát ez mindenképpen nagy élmény, és nagyon nagy tapasztalatgyűjtés is ebben. És én szeretném a nem utolsó, a mai előadást is kiemelni, ugyanis hát ez azért a kémiához tartozik, a tizedikesek, akik már voltak, ők tudják, hogy tizedikben ez egy kötelező tananyag a szelektív hulladékgyűjtés, illetve a műanyagok előnyei hátrányai. Hát ezért nagyon-nagyon örültem, és hát ezért is az előző foglalkozásaikon úgy gondolom, hogy csak köszöntel tartozunk a Matyó Televíziónak, és bármikor ez ilyen pályázat, vagy ilyen lehetőség, mi szívesen vállalkozunk ilyen feladat elvégzésére. És köszönöm a diákoknak is, az élmények azok az övék maradnak, és a tapasztalatokat pedig kérem szépen, hogy tessék szívesen mondani és megosztani. De én egyben szeretném a Magyar Televíziónak felhívni a figyelmét arra, hogy novemberben az gimnáziumban lesz ilyen egy egészséghét. Egy héten keresztül ebben a témában dolgozik egy osztály, tizedikes osztály, és szeretném meghívni a televíziót, hogy nézzék meg, hogy nálunk hogyan történik ilyen területen. Ez ugyebár egészséges életmód, illetve a pályázatnak a címe könyvtől szemléletnek a fejlesztéshez nem történik. Nem én fogom ezt szervezni, hanem biológusokas korábban egy pályázatlanul, és majd a menetmented elvizonom. Én köszönöm szépen mindenkinek a részvételét. Nagyon rendesek, nagyon fegyelmetek voltak a diákok, én azt hiszem. És még egyszer, ha lesz a lehetőség, akkor szívesen. Én csak egyszer köszönöm szépen. Gondolatot, mert már eléggé késő van, és gondolom, hogy a bejárósok is szeretnének hazamenni. Én is csak a pozitív élményeimről tudok beszámolni. Nagyon örültem, hogy az iskolai csapatnak a szervezésébe belekerültem, és amellett, hogy ennek a szemléletváltásnak én is nagy fontosságát tartom, úgy gondolom, hogy a felnövekvő generáció, hogyha ezt magáévá teszi, ezt a másfajta szemléletet, akkor ezt tovább tudja adni a környezetében, később majd a gyerekeinek, és talán egy pár évtized múlva lényegi változás is történik majd a felhasználásban, a fogyasztásban. Nagyon érdekes volt tényleg ez a tapasztalati dolog, hogy
hogy mennyivel finomabb az a szilvalekvár, amit ott fogyasztottunk és kóstoltunk, mint a boltban kapható esetleg tényleg sok más adalékanyagot tartalmazó. Ugyanígy az egyik kolléganő mondta, aki mint kísérő tanár volt, hogy őt rábeszélte a kecsketejre például az előadó, mert hogy az mennyire sok pozitív hatást fejtett ki a szervezetre. És hogyha bennetek is ezek a gondolatok megfogalmazódnak, akkor úgy gondolom, hogy már érdemes volt ezeken részt venni. A tehenrészet az szerintem egy olyan élménnyel gazdagított mindenkit, amit talán soha nem fognak azok elfelejteni, akik ott voltak. Sok-sok tapasztalást rejtett ez az út is magában, azzal együtt, hogy hideg volt, meg hogy sárosak lettünk, meg tényleg ez a teljes valójában való megtapasztalása a dolgoknak, a teherek szaporításától, tényleg kis bocsiknak a világra a jöveteléig. Nagyon-nagyon érdekes volt, és azt mondom, hogy tényleg ilyet nem láthatunk minden nap. És nagyon örülök valóban annak, hogy ebben részt vehettünk, és hogy ilyen sok lelkes fiatal és mindkét intézményből. Én úgy gondolom, hogy az egyik munkálkodás is nagyon jól ment, a gyerekek között is kapcsolatba kerültek egymással, talán még barátságok is jöttek létre, és úgy gondolom, hogy teljesen szélességgel a későbbiekben is, ha lesz ilyen, nagyon szívesen részt veszünk. És köszönöm ezt az aktív és fegyelmezett létetartást, amit a diákok tanúsítottak, mert ez így lehetett csak működőképes. Készültünk egy videószállítással, ami az elmúlt 4 alkalomnak a rövid tömörített képességét, a foglalatokat tartalmazza. Kifelemettem, hogy mindenki vehet az asztalra egyet-egyet, és vigyétek haza. Ezután szeretnék köszönet mondani a két intézménynek, a két intézmény vezetőjének, hogy biztosította ezt a lehetőséget cégünknek, hogy ezt a helyet megtudjuk valósítani, illetve a két kísérő összefogó tanárnak is a szökönyvmentes akkreditációnak segítsége. Nektek is, diákok, köszönöm szépen, hogy segítettetek ebben a lebonyításában, részvételben, és minden jó egészséget és további jó tanulást kívánok.